88 éves korában meghalt Alain Delon, francia színész, a 60-as évek egyik legnagyobb európai sztárja. Olyan filmekben alakított emlékezeteset, mint a Rocco és fivérei, a Skorpió, egy zsaru bőréért, vagy mint a Bumerang, de számtalan kosztümös film főszerepét is ő játszotta. Karrierjét botrányok és a magánéleti fordulatok szegélyezték. Alain Delon a Párizshoz közeli Sceaux városában született 1935-ben. Az abolázatlan természetű fiú az iskolai évek után jelentkezett a francia haditengerészetbe, évekig szolgált Indokínában. Az 1960-as években készült mozijaival vált ismerté, és népszerűségét sikerült tartósan megőriznie. Védjegye volt a markáns kék szeme, stílusa, amelyek ikonná tették három évtizeden át. Pályafutása alatt mintegy 100 filmet forgatott, de Hollywoodba sosem sikerült betörnie. Filmjei mellett magánélete is lázban tartotta a közönséget, különösen a Romy Schneider osztrák színésznővel való kapcsolata. Két gyermeke született, az énekes Nikóval közös, törvénytelen fiát sosem ismerte el sajátjának, pedig Delon szüleinél nevelkedett. A közéleti botrányok sem kerülték el, ült börtönben engedély nélküli fegyvertartásért, vádolták maffia kapcsolatokkal, testőre titokzatos halála pedig máig árnyékot vett kivételes pályafutására. Életművét rangos díjakkal ismerték el, 2019-ben agyvérzést kapott, azóta alig jelent meg nyilvánosan. Családja közleménye szerint 88 éves korában békésen hunyt el otthonában, szerettei körében.